Már tavaly sötét felhők gyülekeztek a szombathelyi haladás feje fölött, és a problémák tavasztól kezdve állandósultak. Az elmaradt fizetések, közüzemi tartozások és eredménytelen szereplés miatt a klub csak az NB3-ba kapott indulási jogot. A helyzetet nehezíti, hogy több mint 600 millió forint hátralékot kellene rendeznie a klubnak, ez pedig lehetetlen küldetésnek tűnik. A bizonytalan jövő miatt szurkolói ankétot szerveztek kedden este a Városháza nagy termébe, amelyen a szurkolók és városvezetők mellett a labdarúgáshoz 1000 szállal kötődő játékosok, szakvezetők és edzők is részt vettek. Nem volt ott azonban Homlok Zsolt tulajdonos, valamint Szántó Erzsébet leköszönő ügyvezető sem. Azt szeretnénk szerintem jelenlévő tudni, hogy hogyan tovább haladás, lesz-e haladás, lesz-e neked játékosok, lesz-e edző, hol fogunk játszani, melyik az a csapat, amelyik a 105 éves klub múltját tovább tudja vinni. Nemény András kijelentette, az önkormányzat nem engedi, hogy a haladás labdarúgó együttes nélkül kezdődjön meg az új idény. Bár különböző helyeken megjelent, hogy az NB3-as licenc birtokában csapat indulhat a harmadosztályban, ezt a polgármester a kialakult gazdasági helyzet miatt nem látja biztosítottnak. A város támogatását az az együttes élvezi, amely a haladás nevét viselve indul neki az őszi szezonnak a megyei első osztályban. Ebben esetben megyei első osztályból kellene indulnunk, mert ugye NB3-as licenszjogot nem fogunk tudni kapni, mert a mostani haladás kertünk az NB3-as licenszjoggal, az kikerülhetünk a 600 milliót, és még akkor is a gondolkodott lenne a tulajdonos, tehát még ebben nem látok lehetőség és fantáziát, és információk között részt nem lehet tenni. Ceglédi Csaba, a Haladás Felügyelő Bizottságának tagja felvázolta, hogy milyen úton indulhat el a város, amely anyagilag és jövőkép szempontjából is viszonylag biztos. Jelen pillanatban megyei első osztályú indulási joggal a Király Sport Egyesület, az Illés Akadémia és a HVS-e rendelkezik. Racionálisan utóbbival képzelni el az önkormányzat az építkezést. Az ankéton záporoztak a szurkolói kérdések is. Többen a labdarúgó Kft. Ügyvezetőjének és tulajdonosának menesztését követelik, de ennek a jogi procedúrája hosszadalmas lenne. Többen szóvá tették, hogy más csapatok már elkezdték a munkát, edzőmérkőzéseket játszanak, addig Szombathelyen a 105 éves klubnál jelenleg se csapat, se edző nincsen. Nemény András ígéretet tett, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetségek közösen igyekeznek biztos alapot teremteni, hogy mielőbb elkezdődhessen a jövő csapatának kialakítása.